Sziasztok! A mai Your Body magazinban bemutatjuk, miért fontos a bemelegítés, valamint a nyújtás. Tartsatok velünk ma is! A bemelegítés fokozza a központi idegrendszer aktivitását, javítja a koordinációt, csökkenti a reakcióidőt, hogy csak néhányat említsünk. Az izmokat rugalmasabbá teszi és keni az ízületeket. Egy jó bemelegítéssel kisebbnek érezzük azt az erőfeszítés mennyiséget, ami egy nehéz feladat, például súlyzós gyakorlatok végrehajtásához szükséges. A bemelegítés lehetővé teszi számodra, hogy felmérd egészségi állapotodat, és megtedd a szükséges korrekciókat, mielőtt megsérülnél. Ha például egy bizonyos izmoddal vagy ízületeddel egyes napokon gond van, még más napokon nincs, ami gyakori probléma, akkor a bemelegítésnél kiderül, hogy éppen aznap hogy áll a dolog. Ennek megfelelően alakíthatod aztán az edzésed. Minél hosszabb edzésmúlttal rendelkezel, annál jobban fogod értékelni a bemelegítésnek ezt a funkcióját. A jó bemelegítés úgy készít fel alaposan a következő edzésre, hogy nem fáraszt ki túlságosan. A bemelegítés egy 5 lépcsős folyamatból áll. Az első a mentális bemelegítés. A tapasztalt sportolók folyamatosan készítik fel már agyban magukat az előttük álló edzésre. A második rész a termokinetika, amikor megemeljük az alaptesthőmérsékletünket. A fizikális bemelegítést kezd alacsony intenzitású aerob tevékenységgel 3-5 percig, vagy addig, amíg el nem kezd el szizzadni. A harmadik rész során kend meg azokat az ízületeket aktív, dinamikus gyakorlatokkal. A negyedik rész majd a fizikális átmenetből áll, ahol bemelegítő sorozatokat végzünk. Az ötödik rész pedig a felkészítő sorozat. Érdemes hosszabb bemelegítést végezni, ha reggel edzel, ha hideg van odakint, illetve száraz környezetben. Az idősebb sportolóknak is tanácsosabb, alaposabban bemelegíteniük, illetve ha egyébként egészséges vagy, de ízületeid csikorognak, inkább több bemelegítést végezz. A nyújtás regenerálja az elfáradt izmaidat és visszaállítja megfelelő méretre őket. Igazából a nyújtás és a testépítés egymás segítségére vannak. A statikus nyújtás során megtartod a pozíciót, a végsőkig próbálod nyújtani és tartani, amíg bírod. Ebben már nincsen mozgás. A statikus nyújtás előnyei. Akik végzik ezt a gyakorlatot, sokkal kevesebbszer fordul elő sérülés, ha túlfeszítik magukat. Nem lesz izomlázuk, ízületek jobban fognak mozogni, hajlékonyabb leszel, csökkenti a stresszt, az izompólya, amely fedi az izmokat, egy kötőszövetes réteg, muszáj tágítani, mert hátráltatja az izom gyarapodását. A nyújtást a legjobb bemelegített izmokkal végezni. Akár edzés közben is lehet végezni, miután megdolgoztunk egy izomcsoportot. Ez volt már a Your Body magazin. Mindig melegítsetek be, és ne felejtsétek el a nyújtásra!